Mitől lesz sikeres az online vállalkozása? Egy kicsit félve kezdek bele, mert szeretném elkerülni, hogy tudálékosnak, okoskodónak, megmondónak tartsanak. De mégiscsak muszáj elmondanom, mert a jó szándékból önmagában csak attól nem lesz jó sikeres termék. Merj vállalkozni, ezt úton útfélen halljuk, de azt, hogy tudj vállalkozni, valamiért olyan szemérmesen elhallgatják, talán pont azért, mert attól tartanak, hogy megmondónak, okoskodónak tartják a vállalkozók őket, és hárítanak. Pedig sok kis vállalkozásnak az előny is az online marketing. Nyilván, ha önnek keresett, akkor ön is ezek közé tartozik, aki komoly eredményt vár az internetről, és eleve az internetre szánta a vállalkozását. Nekem ezt komolyan kell venni. Ezért szeretném önnel is megosztani a legfontosabb kezdő útmutatókat, tudnivalókat, mert legjobb az, ha már az elején, kezdettől egy irányba nézünk. Ha megtaláljuk egymással a hangot, és elfogadja tőlem mindezt, akkor nagyon jó. Ha nem, akkor jobb az elején kiderüljön, akkor nincs mit tenni. A vállalkozók többsége tényleg nincs egészen tisztában vele, hogy mekkora feladatot vállal magára, hogy mennyibe fog kerülni, és mennyi napi munkával jár kivinni az üzletet a webre. Általában SEO-sra, Google kampányra gondolnak, gyakran túl sokáig próbálkoznak egyedül, ezért mielőtt megbízást elfogadok, jobb, ha egy rövid képet adok az online marketing munka napi gyakorlatáról. Megosztom azokat a dolgokat is, amelyek elkerülésével lehet sikeres az önvállalkozása is. A vállalkozók olyan hozzáértő és megfizethető szakembert keresnek, aki eredményt produkál. Ez teljesen normális. És az is jogos elvárás, hogy közben a költségeket alacsonyan tartsa. De mekkorák is az elvárható költségek, a reális alacsonyan tartott költségek? Vegyük számba a realitásokat. Még mielőtt önnek is újabb tanácsokat adnék. Melyek a kulcsfaktorok? Hát a legelső tényleg a költségvetés. Rendszerint alacsony költségvetésből kell kiváló munkát végeznünk, mert a kisvállalkozás forrásai is kicsik. És én ezt tudomásul veszem, és ehhez igazodom. A költségoptimalizálás nekünk is, önnek is, egy alapkötelezettség. Én is tudom, hogy könnyű mások zsebében nyúlva szuper megoldásokat kínálni, és pénzből mi is tudnánk többet is. De hozzanak ki mások is annyit a kevésből, mint mi. Ez az én hitvallásom. A SEO, a Google, a Facebook kampányok, a hírlevelek és minden más csak eszközök. Persze lehet őket használni, rengeteg jó ötletünk van, de ezek csak technikák, amik ráadásul folyamatosan változnak, és mindig csak annyit érnek, amennyit összehangolt munkával időben fel tudunk használni közülük. Mi kell még? Jó néhány dolog kell még a sikeres online vállalkozáshoz, amelyet most megmutatok. Ez biztosan kell. Egy jó üzleti koncepció van, ha nincs, akkor csinálunk. Megújuló üzleti modellek, amik nélkül ma az internetes, de a korszerű vállalkozás se tud működni. Ismeri ezeket? Ha versenyképes akar lenni, akkor nekem ezekre föl kell hívni a figyelmet. Megtervezett és ütemezett csapatmunka kell. Van győztes csapata? Legyen. Ha kell, beszállok én is, hogy ez létrejöjjön. Folyamatos lépéstartásra van szükség minden területen, és években számoljon. Egy vállalkozás felfutása 3-5 év. Az internetes vállalkozásokra ugyanez érvényes. Egy Google kampány minimum 1 év, mire igazán fölfut. És nem azért, mert a program rossz, vagy én vagyok lassú, hanem azért, mert a vevők nem változtak, hozzájuk kell igazodnunk. Megbízható adatok kellenek a vevőkről, az elérhető vevőkről, a valóban értékes vevőkről. És ehhez van Google analitikai fiókja? És össze van kapcsolva az AdWords-el és a webmester eszközökkel? Én ezt a hármat mindig az elején együtt indítom, még akkor is, hogyha nem akarnak közvetlenül hirdetéssel kezdeni. Számtalan ötlet és tanácsadó van, én ezt nagyon jól tudom. Tisztelem is őket a tudásukért. De mindig hozzáteszem, hogy legyen az is, aki megvalósítja.
Én e-marketing és üzleti kommunikációs szakértőként időről időre tanácsokat adok. Segítek eldönteni, hogy mire lehet és hogyan lehet eredményes. De ha eltervezünk valamit, én részt veszek a megoldásban is. Rám végig számíthat. Van néhány dolog, amit ne nyomjon az online marketing. Most ezt mutatom meg. A rendezetlen ötlethalmazt. A szervezetlen vállalkozást. Kis piacon a nagy számokat. Miért? Mert például, ha a Google forgalombecsülője országosan havi 10 000 érdeklődőt jelez, akkor ezen osztozik az összes kereskedő. Legyenek 10-en vagy 35-en vagy 100-an. Nekünk ebben kell, ebben a közegben kell valamit megoldani, és ehhez kell igazítani az elvárásokat. És nyugodtan mondhatom azt is, több mint 10 éves tapasztalatom van ebben, hogy ahogy a vállalkozásod működik, úgy működik a weblapod is. Senkivel se volna szabad elhitetni, hogy ez másként van. Ha van jó SEO-sa, Google szakértője, ez csak a kezdet. Ekkor jön az összehangolás. A marketing összekapcsolódott a marketing technológiával, de az üzleti kommunikáció új megoldásokat hozott a vállalkozás szervezésbe is. A kommunikáció a vállalkozás egész működését állhatja. És ez a kis vállalkozásokra is érvényes. Az online marketing alapmódszere a marketing integráció lett. Idegen, újszerű, kicsit talán távolságot is provokáló kifejezés. De jobb, ha megszoktuk. Két szó, ez van mögötte, röviden. Egy rendszerben használja az összes régi és új kommunikációs formát, egy csapatban egyesíti a vevő kommunikációban érintett munkatársakat, azokat is, akik eddig a webbel alig foglalkoznak. Én is ilyen integrációban tervezek. Hogy mi ez az integrált marketing bővebben? Ha felkeltette az érdeklődését, akkor az utolsó oldalon még talál 3 újabb útmutatót. Minden esetre legyen kezdő vagy már működő webáruháza, Facebook kampány, Google hirdetése, bármi. Az eredmény mindig attól függ, hogy jó tervbe integrálja a legmegfelelőbb eszközöket, a legjobb arányban, a legjobb időzítéssel. Ezért mondhatjuk, hogy a jó tervezés fél siker, de én mindig hozzáteszem, hogy fele költség is. Például úgy fizette ki a weblapot, hogy nem volt előzetes üzleti felmérés. Igen, ez gyakori. Utólag is készítsen tervet, és keressen új üzleti modellt is hozzá. Én ebben részt veszek, partner vagyok. A webüzlet ugyanis azoknak hoz több nyereséget, akik készek az új üzleti modelleket is kipróbálni. Minél korábban módosít, annál kisebb veszteséggel teheti meg ezt, mert megint nem kell meggyőznem senkit erről, azt gondolom. És érdekes, hogy minél többször módosít, persze tervszerűen, észszerűen, annál pontosabban követi a vevők igényeit. Minden ötletből és minden fillérből a maximumot kell kihoznunk. Én ebből az alapállásból dolgozom. Ezért éves marketing tervet használok minden megbízásnál, negyedéves bontásban, még akkor is, ha az ügyfél nem akarja ezt, nem figyel rá, nem kéri. Nekem muszáj valamilyen vezérfonalat használni. Heti ütemezéssel tervezem a hírlevél kampányokat, a munkacsapat feladatait, a weblaphoz kötött vevőkommunikáció összes elemét, a konzultációkat is, amikor egyeztetünk és együtt dolgozunk. Én ezért ajánlom, hogy használjon ön is saját marketing tervet. Használjon saját tervet, mások sokat sejtető, de a tényeket és a valós munkát elnagyoló, vagy elrejtő példái helyett. A webüzlet rendszerint megváltoztatja a korábbi értékesítési munkát is, ez a tapasztalatom. És hát ez így van jól. Azért is kockázatos viszont tervet nélkül dolgozni és nagy felelősség tanácsot adni a mások online marketingjében, mert ezzel a vállalkozásba is úgymond belenyúlunk. E-marketing és üzleti kommunikációs szakértőként ugyan segítséget nyújtok a vállalkozás marketingében, de a vállalkozás szükséges átszervezéséhez és a munkacsapat felkészítéséhez is
hozzá tudom tenni a saját tudásomat és munkámat. A terv minden résztvevőnek irányt és kereteket ad. A terv által szervezettebb a vállalkozás, de a terv védi a költségvetést is. Hát ezért javaslom, tervezzünk! Tudom, hogy nagyon sok még a tanulnivalóm, de lelkes vagyok és elszánt. A többség bármilyen tanácsot szívesen vesz és meg is fogad. Ez jó. Ugyanakkor rendszerint bizonytalanok, és én ezt megértem, mert mielőtt a vállalkozás velem kapcsolatba került, előfordul már, hogy pár CEO-ssal, marketingessel találkozott, akik olykor egymásnak ellentmondó dolgokat beszéltek. Én azt mondom, hogy az eredeti angol nyelvű szakmai forrásokban nincs ellentmondás. Legfeljebb a másod-harmad kézből kapott, vagy a részterületekre beszűkült látókör okozhat megtévesztő, elbizonytalanító következtetéseket. És hiába szakember valaki. Ha olyan, mint az orvos, aki csak a tüneteket, a betegséget kezeli, de nem a beteget, akkor itt a vállalkozás nem jut előbbre. Az interneten sem. És pontosan tudom, hogy bármilyen igyekezettel, bármilyen jó szakmai háttérrel dolgozom is, egyikünk sem képes minden megrendelőt meggyőzni, lebeszélni a tévedéseiről, és megakadályozni, hogy tőlünk például elfordulva mások szolgálatait vegye mégis igénybe. Igen. A vevő mindig oda tart, ahol elégedettebbé teszik, és ahol fontosabbnak érzi magát. És a programok mögött mindig ott van a vevők lélektana. Az online marketingnek és minden vevő kommunikációnak ez a fontos, de én mondhatnám azt is, hogy az egyik legfontosabb alappillére. Tekintsen úgy ránk, mint mindennapos munkatársakra. Persze részben önállóan dolgozunk, de részben együtt kell dolgoznunk. És kettős szerepben van ön is, nem csak én. Vevőként és munkatársként is részt veszünk ebben a munkában. A tervezés, a döntés, a szervezés, az ellenőrzés, ez a négy terület, ahol munkatársként fogunk együtt dolgozni, mert az üzlet az ön fejében van. Ezt nem lehet teljesen ráhárítani másokra, mert az üzlet stratégia és taktika, amit csak részben engedhet ki a kezéből. És nem is szeretnénk, ha megtenné. Mint megrendelőhöz, önhöz igazodunk, a szakma keretein belül. Fontos nekünk, hogy időben biztosítsa a munkához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, és szerződés szerint értékelje is az elvégzett munkát. Miért? Ezért. Mert egy kampány, egy értékelés, egy módosítás, ez egy folyamatos igazodás, ahogy tapasztalunk, úgy haladunk. Minden értékelés előtt olvassa el az útmutató dokumentumokat. Én rendszeresen küldök tájékoztatókat egy-egy időszakról. És nagyon szomorú vagyok, amikor kiderül, hogy éppen csak belekukkantottak, tovább léptek, csak egy valaki nézte meg az összes többi érintett, nem? És hát nekünk is van szolgáltatási szerződésünk, van e-marketing terv, vannak garanciális feltételek. Fontos ezeket állandóan szem előtt tartani, mert amit ma reálisan értékel, az a holnap nyereségét támogatja. És mi hosszú távon, átlag 1-3 évig folyamatosan együtt dolgozunk, akár tovább is. És én ezt nagyon jól tudom, hogy mindkét fél részéről komoly erőfeszítéseket követel. Nem akarlak megbántani, de még mindig a felszínen kapodsz. Mondom, ha szükséges. Hogy érjem el, hogy az embereid időben elvégezik a munka rájuk eső részét? Mondom, ha szükséges, de én nem tehetem meg ön helyett, hogy ezeket megoldjam. Én fizetek, én diktálok. Ezt direktben ritkán hallom, de azért ott van a napi életünkben. És ezt én addig vállalom is, amíg attól előre megyünk. Mert a marketing csapatmunka. Bizalom, következetesség, tolerancia.
Ezek őrzik meg a közös erőt a napi buktatók között. Igen, problémák. Például az egyik probléma az, hogy ki szokott dolgozni a cégben a webbel. De van más is. Vagy mindenki, vagy senki, a gyakorlat ezt mutatja, de mutatok még néhány másik veszélyes problémát. Hiába hoz a web, a weblap, az online marketing kampányúli vevőket, senki se tud igazán mit kezdeni velük. Úgy, ahogy ezt elvárnák azok, a vevők, akikből élni akarnak. Meg se nyitják munkaidőben a weblapot. Azt sem tudják, hogy mi hol van rajta. Nem válaszolnak pontosan az e-mail megkeresésekre, azt sem tudják, hogy melyik e-mail jött a weblapról. Hiába kész a webáruház, ha nincs, aki a termékeket kezelje. Eltűnik a kép, megváltozott az ár. Sorolhatnám a problémákat. És akkor könnyen kimondják a szentenciát, hogy de hát a webáruház nem hozott vevőt. És hiába a bekészített hírlevél kampány, ha nem törődnek vele. A weblap, a webkampány, az e-mail kampány, az csak annyiban automatikus, persze ez nagyon fontos, hogy időzítve kiküldi azokat a leveleket, amelyeket a munkatársak átgondoltan beállítanak. De hogy nem törődnek vele, attól nem működik. Az is nagy probléma nekünk, hogyha nem adnak időben anyagot a hirdetésekhez, és így mi se tudunk dolgozni. Így lesz aztán a 8-7-es karácsonyi kampányból 4-7-es, a húsvéti kampányból 1-7-es, mert ők el vannak foglalva tavasszal, az új árufeltöltéssel, az ármódosításokkal, és amíg mit tudom én, micsodával. Valójában nem tudnak 3 hónappal előbbre gondolkodni, mert eddig nem voltak rákényszerítve. Nem azért, mert a piac nem kényszerítette őket rá, értik a problémát, a gyengeségét az értékesítésüknek, hanem a munkaszervezéssel, a belső irányítással lehet őket erre rávenni. Ezt én kívülről nem tudom megoldani. És azt sem, hogyha nem ismerik a saját akciós ajánlataikat, amiket meghirdetünk a weblapon vagy máshol az interneten, a vevő bemegy és reklamál. Nem érti, hogy miért nem kapja meg az akciós kedvezményt. És azt sem tudom módosítani a gondolkodás módjukban, hogy miért nem használják az ügyfélkezelő programokat. Panaszkodni tudnak, hogy 3-szor kell bevinni a rendszerbe ugyanazt az ügyféladatsort, de miért nem használják az ügyfélkezelő programokat? Ezt nem tudom megérteni. Miért nem használják a közöttük lévő hidakat? És miért nem adják egymásnak át a vásárlókat szolgáló információkat? És egyáltalán mit keres a számítógép mellett a kockás füzet? És ezekből egy is elég a kudarchoz, higgyék el. Ahol ezeket a hibákat nem javítják, amit mi jelzünk, akkor mi sem tudunk dolgozni. Na, nem dramatizálni akarom a dolgokat, de ezek tényleg napi problémák. És napi szinten adódnak problémák nálunk is, majd együtt, ha együtt dolgozunk, akkor is. 4 újabb olyan, ami az értékesítésben rendszeresen előfordul. Például, mit tegyünk, ha a webre a megrendelést visszamondják, mert a konkurencia ingyen szállít. Ugye ez nem programozás kérdése, üzleti kommunikáció, értékesítés. Át kell újra gondolni az egészet. A vevő tiltakozik, mert 20-szor kapja meg a hírlevelet. Most mi lesz? Van bekészítve egy okos levél, amelyben felhívjuk a figyelmét, persze a saját rendszerünk ellenőrzése után, hogy takarítsa ki a saját levelrendszerét, frissítse, és a vírusírtást is csinálja meg. Mert azért kapja meg 20-szor, mert a saját szolgáltatója hibás. Elfelejtik időben lemondani a foglalást. Ott áll a kozmetikus, a masszőr, az orvos, és az értékes idejében üresen van. Viszi a pénzt a hirdetés, de megrendelés alig jön. Igen. És akkor kiderül, hogy valami kis apró csavar az előző dolgokban ott van, és az értékesítési folyamat nem zajlik zavarmentesen, ezért nem jön a megrendelés, vagy éppen a konkurencia ráerősített, és akkor ahhoz kell igazodni.
amit sosem értek meg, bármennyire is sok a munkájuk. Nem vették le az akciót időben a weblapról. Mi ilyenekben akár azonnal is segítünk, ezért van a Skype-i gyors ügyfélszolgálat is. De a kezelés fájdalmas is lehet, és gyakran a munkatársak érzékenyek, és a belátás kevésbé határozza meg a véleményünket. Pedig minket nem azért fizet, hogy mindig egyetértsünk. A probléma forrását és a felelőst is megkeresük, és úgy tudunk megoldást adni. Mi a garancia arra, hogy ezt a kérdést sokszor megkapom? Tehát az üzletben mi a garancia? Szerintem annyi, hogy minél többet tudunk róla, annál jobban tudjuk csökkenteni a kockázatot. De már megint a tudásról kell, hogy beszéljek, ugye? Én is eredményt szeretnék. Ha nem látom elérhetőnek, el se vállalhatom a megbízást. Ezt higgyék el. Én pontosan tudom, hogy minden zsebre megy, és a vállalkozás nem homokozó. Ezért nem fogom csupán az előnyökre hangolva biztatni, hogy vágjon bele. És azt gondolom, hogy ha én felelősséggel és körültekintően adok tanácsot, és ezért hajlandó vagyok extra kutatásokra, akkor is, ha ezt nem számlázhatom ki, mert az így megszerzett tudás nekem is, önnek is megfizethetetlenül értékes, akkor én megengedhetem magamnak, hogy felhívjam a figyelmet mások munkájában a hasonló hiányosságokra. Igen. A fogjuk meg és a vigyétek, ez nem a mi gyakorlatunk. És nem csak tervezünk, de a megvalósításban is részt veszünk. És mindezekben számíthat ránk, konkrétan miben is. Mi magunk is olyan termékeket és szolgáltatásokat kínálunk, úgy alakítottuk ki, hogy a kisvállalkozások igényeire fejlesztettük. Vannak online üzleti kommunikációs termékeink, ilyenek a weblap, a webáruház, amit kisvállalkozásoknak fejlesztünk és működtetünk. Vannak e-marketing szolgáltatás csomagjaink, ami szintén kisvállalkozásokra van kialakítva. SEO, Google hirdetés, kampánykezelés, és így tovább folytathatom. Vannak elismert oktatóprogramjaink, tanfolyamok Skype-on és tanteremben, mert a fejlesztés, működtetés, tanácsadás, képzés négyes egységében gondolkodunk. Az előzőekből azt hiszem ez már kiderült. És vannak sokszor letöltött, rendszeresen frissített útmutatóink. De nem a letöltés száma számít nekem, hanem az, hogy akik letöltik, azok valóban hasznos, értékes információkat kapjanak. Persze azért jól esik, amikor a SlideShare-nek a világ egyik legnagyobb megosztó oldala küld nekem egy értesítést, hogy a világ 3%-ában vagyok, a top 3%-ban, akik a legtöbbet töltenek le. Olyan üzleti modellt alakítottam ki, ami megkönnyíti a tájékozódást és a kapcsolattartást az ügyfelekkel. Van sikeres online foglalási rendszerünk, ahol előre bejelentkezhet egy-egy konzultációra. Van több jól működő webirodánk, ahol a csapatmunkában összehangoltan tudunk dolgozni. És van Leave Chat ügyfélszolgálatunk. De mindenkor az ön nyereségességét és kényelmét tartjuk szem előtt. Ahhoz próbálok igazodni, és csak azt fogom felhasználni, ami ezt a kettőt szolgálja. Hiába tudok többet, hiába tudok mást is, ha az az adott helyzetben, az adott körülmények között az önvállalkozásának éppen nem jön be. És érdekes az is, hogy egyre többen kérik a tanácsaimat, bár nem hirdetek rendszeresen az interneten, éppen én. És hogy miért nem? Hát pont ebből adódik, amit eddig elmondtam. Mert saját üzleti modellt alakítottam ki. Kérdezem én, ha Facebookon kampányolnék, melyik elfoglalt kisvállalkozó lenne az, aki rendszeresen engem figyelne ott? Nem ők járnak oda.
hogy milyen az ABG-Z marketing üzleti modell? Hát igazodik ezekhez, amiket elmondtam, bemutatom, ha érdekli. Én minden esetre most köszönöm, hogy végigolvasta és meghallgatta. Megismerte az eredményességet meghatározó háttértényezőket is. Még nagyon sok minden van. És nyilván van saját véleménye is mindenről. És vannak kérdései is. Várom. És további tájékoztatásért keresse fel a weboldalunkat, vagy hívjon Skype-on. Hogy önnek is ugyanúgy üzlet legyen a web, ahogyan azt másoknál már eredményeket látva. Saját maga számára is elvárja, ami elégedetté teszi.